Köszöntöm nézőinket! Ha válaszra kerül sor, a gyerek elhelyezés kérdését a bíróság mindig eldöntötte. Ha ezt a felek betartották, nem volt probléma. Ha nem, akkor a gyámhatóság feladatkörébe került az, ki, mikor, milyen módon láthatja a gyermekét. Ez mostantól megváltozik. Erről fogunk beszélgetni a következőkben. Köszöntöm Kovács Ildikót, a törvényszék sajtószóvivőjét, és Simon Károly bírót. Mi a változás lényege? Az első mondatot egy kicsit kiigazítanám. A bíróságon került sor a házasságban élő felek válásának a kimondására, illetve akik nem házasságban éltek, de született az élettársi kapcsolatból gyermek, és az élettársi kapcsolat megszűnt, akkor a gyermek elhelyezése, a vele való kapcsolattartás kimondása szintén a bíróságoknak volt, és maradt is a feladata, a hatásköre. Ez eddig is így volt, ez nem változott. Ami változott 2020. március 1-től, az az, hogy egy bíróság által kimondott kapcsolattartási szabály végrehajtása eddig a gyámhatóságokhoz tartozott, most viszont ezt már a bíróságok fogják végrehajtani. Ugyanis a gyermekek elhelyezésén kívül az élettársak vagy házastársak megegyeznek, illetve meg kell egyezniük a gyermeknek a kapcsolattartásában is. Mivel, hogy minden külön élő szülőnek joga és kötelessége is, hogy kapcsolatot tartson a távol lévő gyermekétől. Tehát nem csak arra terjed ki a megegyezés, illetve a bírósági ítélet, hogy elhelyezik a gyermeket valamely szülőnél, az édesanyánál vagy az édesapánál, hanem a feleknek abban is meg kellett és meg is kell egyezniük, hogy hogyan láthatja a külön élő szülő ezt a nem nála lakó gyermeket. Ez eddig a bíróság feladata, amit mondottam, ez nem változott. Abban az esetben, hogyha probléma volt, és a leszabályozott kapcsolattartás valami oknál fogva nem működött, vagy nem megfelelően működött, ebben az esetben az egyik fél, tehát nyilván aki a gyermeket nem kapta meg, vagy nem gyakorolhatta a leírtak szerint a láthatási jogát, gyámhatósághoz fordulhatott azért, hogy a gyámhatóság segítse újra ezt az egyességet érvényesülni, tehát működjön ez a kapcsolattartás. A 2019. decemberében egy törvénymódosítás történt, ami ezt a bizonyos feladatkört a bíróságokra rótta március 1-től. Ennek az volt az indoka a törvényhozó szerint, hogy a bíróságok talán nagyobb gyakorlata, szakmai hozzáértése van ezen kérdések eldöntéséhez, és ide került hozzánk ez a kapcsolattartás végrehajtásának a rendezése. Tehát ha probléma van, akkor általában a külön élő szülő, vagy hát akinek problémája van a kapcsolattartással, kérelemmel fordul a bírósághoz, és a bíróság fog döntést hozni a tekintetben, hogy valamelyest megpróbálja elrendelni a végrehajtást, és hogy működjön ez a kapcsolattartás. Mit kell vizsgálni ilyenkor? Egy picit talán visszalépnék még, és kapcsolódnék a kolléganőmhöz. Itt az is egy lényeges kérdés, hogy az valóban igaz, hogy a bíróságnál maradt a kapcsolattartás szabályozása, tehát ez továbbra is bírósági hatáskörben van, azonban ez alapvetően a szülők esetében van így. Tehát abban az esetben, hogyha például a szűk családon kívül, tehát anya, apán kívül mondjuk egy nagyszülő szeretne kapcsolattartást az unokájával, hiszen ilyen problémák is gyakran előfordulnak, az korábban sem, és az új törvény hatályba lépése után sem tartozik a bíróság hatáskörébe, tehát ezek változatlanul gyámhatósági hatáskörbe tartoznak, gyámhatósághoz kell ezekben az ügyekben fordulni. Az sem mellékes talán, hogy ezekben a kapcsolattartási ügyekben akár a gyámhatóság, akár a bíróság dönt, akár egyességet jóváhagyó végzés keretében, akár ítélettel, ha a felek között vita van, akkor azért viszonylag részletesen meg kell adni azt, hogy a kapcsolattartás jövőbeli rendjét a felek hogyan képzelik el, illetve hogyan szeretnék. Természetesen, ha egyesség van a felek között ebben, akkor ez nyilván egy egyszerűbb döntési pozíció a bíróságnál, és akkor itt egy egyességet jóváhagyó végzéssel ez rendezhető. Abban az esetben viszont, ha ítéletet kell hozni, akkor a jogszabály megmondja, hogy pontosan mik azok az elemek, amiket mindenképpen tartalmaznia kell egy ilyen döntésnek. És a későbbi végrehajtásnál éppen ezek az elemek azok, amikkel aztán utána vita szokott lenni. Mi a tapasztalat, hogy ha valahol egyesség van, az általában simán folyik, ahol vita van, ott később is vita lesz?
Hát statisztikai adatokat nyilván nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Az viszont biztos, hogy az esetek egy jelentős részében fordul az elő, hogy amikor a feleknek a házasság felbontása során akár egyességgel rendezik ezeket a kérdéseket, tehát viszonylag egyfajta egyetértés van még a felek között, az később könnyen meg tud romolni, és általában a gyermek issza meg ennek a levét, tehát általában a szülői felület, illetve a kapcsolattartás kérdése lesz az, ami körben a szülők utána egymással vitáznak. Ez ugye nagyon szerencsétlen helyzet, hiszen, ahogy mondtam, ugye itt a gyermek érdeke kerül háttérbe olyan kérdésekben, ahol éppen hogy a gyermek érdekét kellene a szülőknek is nézni. Egy-egy ilyen ügyben én valószínűsítem, hogy a gyámhatóság körüljárja az ügyet. Képes-e körüljárni a bíróság is ugyanezt az ügyet? Igen, én azt gondolom, hogy az új szabályok azok alapvetően alkalmasak arra, hogy a kapcsolattartási határozatoknak a végrehajtását azt nagyon színvonalasan, jól és viszonylag gyorsan a bíróságok el tudják dönteni. Természetesen mindig vannak olyan esetek és olyan ügyek, ahol önmagában esetleg az ügyfeleknek a kezelése is nehezebb, vagy éppen az ügy bonyolultsága az, ami miatt ezek elhúzódhatnak, de azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ezekben az ügyekben soron kívül kell a bíróságoknak eljárni, és ez azt is jelenti, hogy az ítélkezési szünetnek sincsen hatása ezekre az ügyekre. Tehát ha az ítélkezési szünetben fordulnak a bírósághoz azzal, hogy mondjuk egy nyári kapcsolattartást szeretne a külön élő szülő rendezni a gondozó szülővel, mert egymás között ezt nem tudják megoldani, akkor erre is lehetőség van, és ebben az ügyben is el kell járni. Van ilyen tapasztalatuk? Hát nyilván a perekből kifolyólag azt látjuk folyamatosan, hogy ugye amikor egy per folyik, akkor már általában a szülők külön élnek, és ott nagyon gyakran hoznak ugye elő ilyen kérdéseket, tehát ott nagyon sokszor ezeket a kérdéseket már valahogy valamilyen módon, akár szükség esetén egy ideiglenes intézkedéssel is rendezni kell, úgyhogy elég sok tapasztalata van a bíróságoknak abban, hogy a felek között milyen kicsinyes vagy akár komoly problémák is merülhetnek föl az ilyen ügyekben. Hogy zajlik a menet? Tehát ha az egyik fél bemegy a bírósághoz és azt mondja, ide kérem, én nem láthatom a gyerekemet, akkor? Igen. Hát az eljárás menete azt a jogszabály elég jól leírja. Egy kérelmet kell előterjeszteni, ezt írásban kell megtenni. Azt fontos hangsúlyozni, hogy ezeknél az eljárásoknál nincsen ügyvédkényszer, tehát a fél akár személyesen is előterjesztheti ilyen kérelmet, illetve ha szüksége van rá, akkor a bíróságokon rendelkezésre áll az úgynevezett ügyfélsegítő intézménye, ahol függően attól ugye, hogy hol lakik, hol terjeszti elő, az ügyfélsegítőre nyitva álló minden héten rendelkezésre álló napon bemegy a bíróságra, és ott a kérelmét jegyzőkönyvbe mondhatja, és ezzel elindul az eljárás. Az eljárásnak egyébként költsége az eljárás kezdetén nincsen. A jogszabály tárgyi költségfeljegyzésessé tette ezt az eljárást, ami azt jelenti, hogy csak az eljárás végén, hát úgymond a vesztes félnek kell majd megfizetnie az eljárásnak a költségét. Természetesen ezekben az eljárásokban is lehetőség van, amennyiben a jogszabályi feltételek egyébként megvannak, költségmentességet kérelmezni, és akkor erről a bíróság dönt, tehát lehetséges, hogy akár költségmentesen ezek az eljárások lefolynak. Mit vizsgál ilyenkor a bíró? Hát egyrészt megvizsgálja természetesen a kérelmet. Itt a kérelem kapcsán, ha még mondhatnék annyit, hogy az egy nagyon fontos dolog a kérelemnél, és ezt mindenképpen hangsúlyozzuk minden fórumon, hogy a kapcsolattartási határozat megszegéséhez kötődnek ezek az eljárások, tehát az legfontosabb szempont ezeknél az eljárásoknál, amit mindenképp vizsgálunk, és amit vizsgálni kell, hogy akkor rendeljük el ezeknek a határozatoknak a végrehajtását, ha a kérelmezett fél a kapcsolattartási határozatban foglaltakat felruhatóan megszegi. Mit jelent ennek, a felruhatóság? Ennek a kérelemből ki kell derülnie, tehát a kérelemben konkrét körülményt kell leírni, hogy mi az, ami miatt a kapcsolattartási határozat megszegését véli, tehát mondjuk amiatt, mert azt mondja, hogy egy folyamatos kapcsolattartás során, mondjuk egy két heti hétvégi kapcsolattartásnál a gondozó szülő nem adta át a gyermeket, vagy éppen
A másik oldalról előfordulhat, hogy azt állítják, hogy nem ment oda mondjuk a kapcsolattartás, vagy a gyermek átadásának helyére a szülő határidőben, ezért nem kerülhetett sor a kapcsolattartásra, vagy nem volt kellően felkészítve a gyermek, mondjuk mert nem adta át az édesanyja vagy az édesapa a taneszközöket, egyéb dolgokat, hangszereket, számos ilyen kicsinyesnek tűnő probléma van ezekben az ügyekben, de sajnos általában ilyeneken indul el a vita. Az igaz, hogy nagyon sokszor az egymás közti vitában használják föl a gyerek elhelyezés problémáját? Hát az esetek egy jelentős részében sajnos igen. Sajnos ezt kell mondjuk, hogy a gyermek elszenvedője ezeknek az eljárásoknak, és a legrosszabb az egészben az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a gyermeket sem tudjuk kihagyni az eljárásból. Tehát az eljárás menetében, ha szükséges, például ha arra hivatkozik a gondozó szülő, hogy hát éppen a gyermek az, aki nem akar kapcsolatot tartani a külön élő szülővel, akkor sajnos a gyermeket is be kell ebbe vonni, és meg kell hallgatni. Tehát sajnos idéznünk kell egy meghallgatásra, és akkor ugye a gyermektől kell bizonyos információkat kinyerni. Az előbb azt mondta, hogy a legfontosabb a gyerek védelme. Hogyan lehet ebben a helyzetben megvédeni egy gyereket? Hát egyrészt én azt gondolom, hogy a prevenciónak nagyon nagy hatása van, tehát ezeknek az eljárásoknak maguk a szülők vethetnek gátat azzal, hogy igyekeznek egymással kommunikálni. Tehát ha van egy belátás a szülők részéről, mondjuk egy válás után, vagy mondjuk egy életközösség megszűnése után, ha mondjuk élettársak voltak, hogy ugyan valóban a kapcsolatunk megromlott, de ettől még szülőtársak maradunk még hozzá hosszú ideig, és a gyerek érdekében együtt kell működjünk, akkor azt gondolom, ha ez mind a két oldalról kölcsönösen megvan, ez egy jó helyzet, és ezen nagyon könnyen lehet segíteni, még akkor is, ha esetleg van konkrét vita, hiszen akár az eljárásban, mondjuk egy közvetítő eljárás keretében, ahol egy szakember segíti a feleket mondjuk úgy jobb belátásra bírni, könnyebb kezelni ezeket a helyzeteket. A nehezebb helyzetekben természetesen a gyermek érdekét azt mindenképpen védjük azzal, hogy például az eljárásokban csak a legszükségesebb esetekbe vonjuk be. Nem szabad elfelejteni, hogy egy kapcsolattartási határozat végrehajtásáról van szó, ahol már lefolyt minimum egy bírósági vagy gyámhatósági eljárás, ahol a gyermek valószínűleg valamilyen módon meghallgatásra került, tehát már sérült nyilván, bevonódott az eljárásba, akár pszichológus meghallgatta, vagy éppen a bíróságon közvetlenül is meghallgatták, tehát csak a legszükségesebb esetben vonjuk be egy végrehajtási eljárásba ezeket a gyerekeket. Ha viszont muszáj, akkor természetesen a bíróságon azért számos feltétel áll arra rendelkezésre, hogy a gyermekek egy viszonylag védett környezetben, a szülők távollétében legyenek meghallgatva. A gyermekeknek az óvása, a féltése az természetesen a bíróságoknak is az egyik legfontosabb feladata. Fontos egyébként azt kiemelni, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy a már meglévő vagy szabályozott kapcsolattartást újra szabályozzuk. Ezt mindig kiemeljük, és bármennyiszer mondjuk, nem elégszer, nem az eljárás szolgál arra, hogy már egyszer egy szabályozott kapcsolattartás van, és akkor valamelyik félnek eszébe jut, hogy valamit szeretne rajta változtatni, módosítani, akkor ezt az eljárást vegye igénybe, mert ez nem erről szól. Tehát ez nem egy ügy újratárgyalása. Nem egy ügy újratárgyalása, nem előveszük a régit, hanem ahogy itt a kollégám nagyon részletesen elmondta, a már meglévő és leírt szabályoknak a betarttatásáról van szó, ha az nem működik. Ha valakinek ilyen jellegű problémája van, hogy szeretne mégiscsak módosítani, változtatni, az élet úgy hozza, hogy valamin egyébként változtatni is kell, akkor maradunk az alapeljárásnál, tehát továbbra is a bíróságokhoz fordulhat, vagy a gyámhatóságnál lehetett ezt és lehet nem is tudom, kérni. Mi a pontos szakkifejezés, de per újra felvételt kell kérni? Nem. Itt ez a szülői felügyelet megváltoztatása, nyilván a kapcsolattartás esetében ennek annyira talán jelentősége nincs, de a kapcsolattartás is újra szabályozható. Ez egy újabb önálló perben történhet, meg alul egy újabb határozat következik. Azt, és nagyon örülök neki, hogy a kolléganőmre felhívta a figyelmet, ezekben az eljárásokban azt nagyon fontos hangsúlyozni ugyancsak, hogyha már van egy kapcsolattartási határozat, de menet közben a felek mondjuk akár
közös akarattal, tehát egyező akarattal változtattak ezen a határozaton, akkor nem ez az eljárás az, amit meg kell indítani, hanem akkor ez a kapcsolattartás újra szabályozása iránti eljárás, peres eljárás, ahol újra egyességet tudnak akár kötni, tehát ahol újra tudják szabályozni a megváltozott körülményekhez. Ami elő is fordul, hiszen egy hosszú távú szabályozást céloznak ezek a határozatok, de minden körülményre nem tudnak kiterjedni, hiszen ha egy gyermek mondjuk 3 éves, amikor a szülők elválnak, vagy megszűnik az életközösség, és közben mondjuk már kamaszodott a gyermek, kamasszá vált, akár átköltözött másik szülő, ez akkor nyilvánvalóan az alaphatározatnak az újra tárgyalására van szükség és újra gondolására. Mennyire van az ügyekben például olyan benne, hogy valaki nem megy el a gyerekéért? Tehát, hogy lehet, hogy neki le van írva, vagy neki 2 hetente látni kell a gyereket, de ő köszöni szépen, ebből nem kér, és nem megy oda. Ezek is gyakran előforduló kérdések. Mi ezt mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy a kapcsolattartás az bár a gondozó szülőnek, vagy bocsánat, a kapcsolattartó szülőnek, tehát a kapcsolattartás a jogosult szülőnek jogosultsága, és talán kötelezettsége is, de ez a kötelezettség, én úgy érzem, inkább mindig erkölcsi, és nyilván mindig a gyermekével szembeni kötelezettség. Tehát kikényszeríteni egy kapcsolattartási határozatot a kapcsolattartása jogosult személytől így ebben a formában nem lehet, talán nem is célszerű. Ezek a határozatok inkább, ez a fajta eljárás inkább pont az ellenkező esetre szolgál, amikor szeretné a kapcsolatot tartani a különélő szülő, de valami oknál fogva a másik fél ezt meghiúsítja. Nem adja oda, nem úgy adja oda, illetve hát itt már elmondtuk a példákat, hogy mi történhet. Milyen következményei lehetnek, ha egyébként az eljáró, vagy az eljárás végét nem tartják be a felek? Hát ugye a kapcsolattartási határozat végrehajtásánál, ahogy ezt elmondtam, alapvetően azt kell vizsgálni, hogy a határozat, az alaphatározat felruható megszegésére sor került-e. Ha ez megállapítást nyer, akkor a bíróság elrendeli ennek az alaphatározatnak a végrehajtását. Itt azt is hangsúlyoznám, hogy ez nem egy klasszikus végrehajtás, tehát nem önálló bírósági végrehajtóra kell gondolni, tehát nem egy bírósági végrehajtó fogja ezt végrehajtani, hanem a bíróság maga megmondja, hogy a kapcsolattartása jogosult, illetőleg a kapcsolattartása köteles gondozó szülőnek mi a feladata ilyenkor, hogyan kell például pótolni, ha mondjuk egy pótlás elmaradt, vagy mit kell tennie annak érdekében, hogy az alaphatározat ténylegesen teljesedésbe menjen. Egyúttal felhívják a kapcsolattartása jogosult szülőt arra, hogy egy meghatározott határidőn belül jelezze azt, hogy ennek eleget tett-e a kapcsolattartása köteles szülő. Ha azt jelzi, hogy nem, akkor egy úgynevezett második szakaszba lép az eljárás, ahol a bíróság már szankciókat alkalmazhat, így például pénzbírsággal sújthatja a szülőt, megkeresheti például a gyámhatóságot annak érdekében, hogy a gyermekjóléti központtal együttműködve, akár segítő személlyel együtt vegyék föl a kapcsolattartásra köteles szülővel a kapcsolatot, és mozdítsák elő a határozatban foglaltak teljesítését. De súlyosabb esetben, tehát ha mondjuk rendszeresen megszegi az egyik szülő az alaphatározatban foglaltakat, vagy visszatérő módon ugyanúgy akadályozza a kapcsolattartást, akkor akár a rendőrség közreműködésével is érvényt lehet szerezni ennek a határozatnak, és hát még súlyosabb, nagyon ritka esetekben, de akár sor kerülhet arra is, hogy a bíróság jelzéssel él a gyámhatósághoz annak érdekében, hogy akár a szülői felügyelet megváltoztatására is sor kerüljön, sőt a bíróságnak akár arra is van lehetősége, hogy feljelentést tegyen rendőrségen, illetve az ügyészségen, hogy ugye a kapcsolattartás körében a kapcsolattartás akadályozása, mint bűncselekmény megvalósulása látszik megvalósultnak, és hát ennek körében esetleg egy nyomozási eljárás is lefolyhat a köteles szülővel szemben. Mi lehet a vége? Hát a végét azt ebben az esetben inkább talán a kolléganőm tudja elmondani, hiszen ő büntetőbíró.
És biztos ő látott már ilyeneket. Igen, tehát a vége az a legsúlyosabb eset, amit itt említettünk, az, hogy feljelentést tesz a bíróság a felróható magatartást tanúsító fél ellen, akár a kiskorú veszélyeztetése, vagy a kapcsolattartás megakadályozása bűncselekmény miatt, és akkor egy büntetőbíróság elé kerül, akár még el is ítélhetik azt az illetőt. Az ítéletben, pedig egy büntetőbírói ítéletben, a legsúlyosabb esetben, ha bebizonyosodik, még akkor a szülő felügyeleti jogát is megszüntethetik a felróható félnek, de hát ez már tényleg csak a véglet, és nem ez a cél ezekkel az eljárásokkal, visszautalnék az elejére, hanem a gyermek védelme, és az a célunk nekünk is, meg minden hatóságnak, hogy csak a legvégső és legszükségesebb esetben forduljunk itt a rendőrséghez, illetve az egyéb szervekhez, inkább megpróbáljuk a feleket arra sarkalni, hogy valahogy ezt oldják meg és egyezenek meg. Mert hogy szerintem az első ilyen kör után elkezdődik az a fajta feszültség, ami senkinek nem jó, se a feleknek, se a gyereknek, se az ügynek. Igen, hát ezek az eljárások egy speciális pszichológia alapján működnek, tehát amikor ezek az eljárások elkezdődnek, akkor nagyon gyakran ugye a felek egymásnak feszülnek, de aztán az első hullám lefolyása után azért szerintem az esetek többségében belátják azt, amit én az elején is hangsúlyoztam, hogy azért alapvetően lehet, hogy az ő kapcsolatuk megromlott, de hosszú távon akkor is együtt kell működniük a közös gyermekek érdekében. A sok tapasztalat alapján mi az, amit elmondanak azoknak, akik ilyen helyzetben vannak? Hát az egyik az, hogy először is próbálják megelőzni ezeknek az eljárásoknak egyáltalán a kialakulását, tehát idáig lehetőleg el se jussanak. A kommunikáció az egy nagyon fontos dolog szerintem a szülőtársak között, tehát erre nem elég szerintem, nem elégszer hívjuk fel a figyelmet, ezt mindig nagyon hangsúlyozom. Meg kell próbálni egymással kommunikálni, pontosan azért, mert szülőtársak, és kompromisszumokat kötni. Hiszen nem szabad azt elfelejteni, hogy igazából a közös gyermek érdekében, vagy gyermekek érdekében kell együttműködni. A másik dolog, amit én mindig el szoktam mondani, egy vállóper végén is, tehát amikor akár megegyeznek, akár ítélet születik ezekben az ügyekben, az, hogy, és ezt a pszichológusok is nagyon gyakran kiemelik, hogy a gyermekek lelke az részben mindig a szülők lelkét és lelki állapotát tükrözi vissza. Ha egy gyermeket egy másik szülővel, vagy bármely közeli hozzátartozóval szemben megvetésre vagy szeretetlenségre tanítunk, akkor az nagyon könnyen a visszájára fordulhat, és nagyon könnyen akár a gondozó szülővel szemben is egyfajta ilyen szeretetlenségi állapot alakul ki. Ezt nem szabad szerintem elérni, és ezt ha belátja valaki, akkor azt gondolom, hogy könnyebben tud ezekben az eljárásokban kompromisszumokat kötni. Ha viszont eljutunk mégis idáig, akkor még mindig nem vetettük el teljesen a kockát, akkor még mindig az eljárásban számos egyeztetési lehetőségre van lehetőség. Ezekben az eljárásokban gyakori az, hogy meghallgatást kell tartani. A bíróságoknak is célja, hogy a feleket valamilyen módon egyességre sarkalja, de emellett, ha a felek szakembert szeretnének, tehát kifejezetten erre kiképzett szakembert szeretnének igénybe venni, akkor egy bírósági mediációra, vagy akár bíróságon kívüli mediációs közvetítői eljárásra is van lehetőség, igénybe vehetik, ott megállapodhatnak, és talán lehet, hogy ez a legmegnyugtatóbb ezekben az eljárásokban. Hölgyem, uram, köszönöm szépen, hogy eljöttek és ezt elmondták. Mi is köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!